Jó reggelt kívánunk, Kokóval. Ő már megreggelizett, igaz? Szépen, ügyesen, és már is ugye indítjuk itt a dolgokat, gyerekek. Ez itt sült húsok voltak, ilyen vastag. Ez nagyon-nagyon puhára, ugye meglettek párolva, sütve, be van fűszerezve, ízesítve, úgyhogy ezzel semmit nem kell csináljunk. És azt fogjuk csinálni most, hogy ez elvinni valónak szánom, ugye a fiamnak és a feleségemnek, hogy hát így, ugye vágunk össze, ilyen kicsit olyan jó vékonyra és hosszára, ugye vágunk össze paprikát, zöld paprikát. Ez jó, ez a fanyar íz. És ezeket apróbbakat itt hagyjuk. Ezek megvannak nagyon jól mosva itt minden. És hát ezt nem fogjuk az egészre tenni, hanem csak annyit, amit elvisznek. Ez itt körülbelül elég is lesz kettejüknek. Hát én azt mondom, hogy egyszer elvágom. Így. Jó. Következő. Hát, nagyobbik darab. És szintén ugye nem túl vékonyra. Vörös hagymát is vágunk. Ennyi volt az egész. Kevés olaj. Mint melegszik az olaj, ugye van itt nekem ezek a nagyon apró, tehát ilyen van a szép nagy gerezek, és ugye a közepébe mindig vannak azok a kicsik, ugye, és hát én azt nem szoktam ugye kidobálni semmit, én felhasználom ugye mindent, ami lehetséges. Ezt a húst pedig direkt ezért sütöttem így. Most tudom, azt hiszem 4 órán át ment. Először megpirítottam, majd öntöttem alá vizet, és akkor fedő alatt nagyon lassú tűzön ugye vajpuhára, hogy ne azt a kemikolos nyavajákat kelljen ugye vigyék, hanem ebben nincs vegyszer. Felmelegedett olaj. Gyerekek. Jó néz ki, ugye? Mit gondoltok? Jó, átdíszteljük. Himalája pink salt, tehát Himalája rózsaszín só, rózsaszín. Nem kell sok semmiből. Jó, és akkor a húsnak egy részét, mivel hogy Davios úgy kéri, hogy paprika és hagyma nélkül. Jól mondom? Helyesen mondtam? Igen. Tehát ez ilyen egy kicsit olyan a gyírosz, vagy kebab, tudjátok, amit szoktak sütögetni, csak hát ez disznóhús. Ez magyar kebab. Pici kis bors, nagyon kicsi, igen. Jó, és akkor
Ez egy kész, öblítsük. Második felvonás. Pici kis olaj. Maradék húst ugye beletesszük. Két gerezd fokhagyma. A vékony. Majd. Picit átlőjük a fokhagymával. Egy bors. A fokhagyó már is kiadja az illatot. Hú, de jó. Alright, lezárjuk. A tüzet. Sót nem teszünk bele, mert egyrészt szébinek nem kell, mert elég sós ez. És egy nagyon pici kis paprika. Micsoda illatok. És egy két evőkanálnyi barbecue szósz. És készítjük. Ennyi volt az egész mutatvány. Ez ugye az elvidi valók. Most ugye én mindig megőrzöm ezeket a, amennyire lehet, ezeket a dobozkákat. És hát ilyenkor, ugye mert ha rendes az a plastikbe rakom, az soha nem kerül vissza. Úgyhogy így, ez a fiamé lesz, hát ez egy komoly adag, komolyabb. A feleségem az keveset visz, az Évi, mert ma egy olyan helyre megy, gyerekek, emlékszünk rá? Meséltem? Csirke napon, és ott őt süteménnyel és forró kávéval, friss kávéval várják, és ugye beszélgetni is kell velük az angol hölgyel. Jó, ez a Évi vonal. Tulajdonképpen ez ebédre lesz Évinek. Na most ugye a gyerek, hát ehhez kap kettő zsömlét, kettő elég lesz? És hát majd ő ott a munkahelyén ugye ezt összeállítsa magának. Ezért kap vékonyra vágott paradicsomot és egy ennyi salátát, jégsalátát, amelyet így egy kicsit ugye felcsíkozok. És ez ilyen ide megy bele. Majd szólni kell neki, hogy a paradicsom az alján van. És ez így tökéletes lesz. Kap mellé egy kólát. Igen. Le voltak fagyasztva. Még egy kicsit fagyos. Aztán nehezebb így elvágni, de az elvágjuk. Nekik megy ez, igaz? Jobb hamburgert csinálok, mint amit kapnak a különböző hamburger helyeken. Right. Előre ugye egy pici kis mustárt csurgatok, és egy-egy kis adag
majonéz, ketchup nem kell, mert ugye ott a barbecue szósz. Right. Na most az Évinek a... salátáját bele tudjuk tenni. Előre. Semmi baj nem lesz. Így. A gyerek meg majd összeállítsa saját magának, ahogy akarja. Ez a Évié. Így, és akkor hadd szóljon. Ezt a vastagabbakat, nézzetek oda? Tudja, ez a torzsa rész. Egyen megütött. Nagyon szereti. Látszik? Elszalad vele. De mi az? Hogy kell fölnyitni, mi? Mindegyiket máshogy. Vigyázz a kezed, ugye vágod, egyszer elvágtam a kezembe. Nem akarom elkészíteni, mert... Nyitj ki a végéről. Mert... Na, ezt benne kell hagyni a dobozba. Ja. Na. Ki kell pancsolni. De ja. Hogyan, érted? Mindig újítanak rajta, és az ember nem tudja követni a eseményeket. Ja. Mi, hogy most mi, merre, hogyan. Ja, ezt kihúzod, és akkor... Kész. Ja, mert így nem esik ki a dobozba. Ja. Oké. Okay. Ezt meg leszedni. Ez nem kell. Volt régen az a ilyen recés, mint a fűrész, az elvágta mindig a kezem. Ez egy nagyon jó van, izé ezt volt. Még megérted. Csinálják azt, még azt. Több nincs. Nem kasztöv családát sem. Csinálják még reggelizett. Azt is ja. Az csak csomagolt be neki, és akkor majd ő elrendezi. Ott összerakja. Elment a... Sajtot nem teszek, jó? Nem muszáj. Tegyek? Nem egyet. Muszáj. Szeretet? Mi? Nem muszáj. Nem kell, ugye? Ez nem olyan. A gyerekek úgy vagyunk vele, hogy ugye megyünk dolgozni, hát... De jó kajákat viszünk. Hát miért ne? Nem sokat, de jót. Azért, mert az ember ugye munkába megy, akkor... Ne egyen ilyen, mit tudom, hogy milyen princ francokat. Na akkor is normálisan meg kell oldani, van rá lehetőség, ugye. Akkor miért ne? Ja, szóval egy bevrappolja Évi, és 2-3-at most káromkodik, mert ugye elszakadt ez a szar. Az eleje mindig. Eleje az szar. Mindig sír, azt mondják, hogy a first piece always crying, tehát az első darab mindig sír. Az első szex az nem sír, ugye? Az, de az is szokott. Nem? Ez. Főleg a faszik sírnak. Nem? Az első szex után. Akkor olyan lesz a farka, mint a Mikulás. Jaj, nem szabad ilyet mondani. Kora reggel. Mikulás bácsi is lesz az izéje. A brokia. Jaj, Istenem, elfáradtam. Milyen gusztustalan vagy. Na, most saját magamnak mondtam. Na jó van. Hát gyerekek, ennyi volt a reggeljük, ebédjük. Aztán majd mutatom az egyébet. De most egy kis technikai szünet jön. Ugye cigaretta ügybe. Hát, gondolkodtam, hogy mit készítsek. Melyik halból? Hát van itt egy ilyen... Szalmeg szardínia, szardine, paradicsom szószban. Hát ez önmagában jó, szóval ezzel most nem csinálunk semmit. Egyelőre elteszem idefélre, és ugye volt nekem itt van egy ilyen nagy, hát viszonylag nagy, ugye ez a Solid White Albacore tula, és hát erről a lét leöntöm. Nem sok volt rajta. Még van egy kicsi. És hát egy részét, nem kell az egész most.
most csinálok egy típust, jó gyerekek? Amit azonnal meg is fogok kajálni, mivel éhes vagyok. A felét. Ja. Ez nagyon egészséges, fehér hús. Tulajdonképpen, mint a csirke mell. És... így szépen egy kicsit össze... összetöröm. Nagyon száraz. Így önmagában nem szeretem az ízét, így, ahogy most itt van. Nem. Ezt én nagyon megutáltam egy időben, akkor lefogytam 30 kilót, de úgy, hogy csak ezt tettem, és kekszet mellé. De akkor nem volt beízesítés, semmi az égvilágon. Úgyhogy meg is utáltam. Aztán most jön az érdekes rész. Beletesszük a tojás sárgáját, amit ugye már megfőztem, és ki is van hűtve. Oké? Okay. Jó. Következő az újhagymának. Ezt az alsó részét, ami a fehér. Ugye? Elvágom négybe. Hát kell, hogy így hosszába. Tehát, hogy nagyon apró legyen. Majd. És nagyon, de nagyon apróra földaraboljuk, fölvágjuk. Oké. Okay. Eddig jó, nem? Eddig lehetett követni a dolgokat. Nagyon egyszerű dolgunk van, igaz? Alright. Hozzáreszelek ehhez a mennyiséghez egy gerezt, de csak egyet. Fokhagymát. Egy gerezd és nem több. Oké. Okay. Csemege piros arany, ebből is egy olyan kávéskarágyit. Egy evőkanálnyi majonéz. Összetörjük a tojást. És a halakat, haldarabokat összevegyítsük. Évi azt mondja, már csurog a nyála. Annyira épp arra gondoltam, hogy miért nem kint csinálom ezt az udvaron, ugye? Nem, arra gondoltam, hogy miért nincsen olyan, hogy szagos tévé. Ne? Szagos tévé? Igen, hogy a tévében, ja, amit látsz... Nem lenne hülyeség. A tévében, amit látsz, annak éreznéd a szagát. Nem mindig lenne jó. Még nem hál, de... Nem minden esetben, mert valamelyik napot mutatták a tévében, hogy volt az a jóga instruktor, a jogás csaj, és egy kis stretcholták, és akkorát fingott, mint egy görény, hangosat. Hát ugye akkor a szaggal együtt úgy nem lenne túl jó. Ez az mindenki röhögött, de hát véletlen volt természetesen. De nő volt ebbe a macskanadrágba, hogy minek mondjátok ti azt? Milyen nadrág? Az, amit besímul. És akkor látszik minden a segge, a stb. Mi? Spendex. Amazon nadrág, nem? Amazon. Na jó, a legelső kóstolást megejtsük,
még sót nem tettem hozzá. Ajajaj. Nem is fogok. Nem kell. Meglepően finom. A gyerekek, ennyi az egész. És hát én úgy csinálom most meg, hogy ebbe a tojás fehérjébe én így visszatöltöm. Ezt a tuna keveréket, tuna krém. És ez bőven megfelel egy reggelinek. Igaz? Véleményem. Most van időm ilyesmire. Lehet fokozni egyébként a dolgokat. Mit tudom én. Vagy elvágsz olívabogyót. Vagy ilyen koktélparadicsomot. Így. Esetleg, ha akarsz, még csinálhatod azt, hogy csöppentesz rá citromlét, nem muszáj. Aztán majd a másik felét, azt majd később fogom mutatni, hogy azzal mi a tervem. Az is valószínű, hogy eléggé érdekes lesz. A gyerekek, ehhez lehet venni kekszet, és ez egy, szerintem egy könnyű kis nyárias reggeli, nem túl hízlaló. Rendkívül ízletes, rendkívül finom, főleg ezzel a sós kekszel. Közben lenyeltem, rendkívül ízletes, rendkívül finom. És hát azért figyelj, de két tojás, ide sárgája, hal, keksz, és ez bőven megfelel egy reggelinek, véleményem szerint. Hallom. Vigyázz. Na, egészségünkre, gyerekek! Jeges tea! Nem emlékszel, ez honnan jött? Én azt hiszem, a Kati hozta ezt. Itt egy felest. Ja. Ezt a Mari hozta. Mari vagy a Kati hozta? Szerintem a Mari. Nem a izértől van a töröktől? Nem, mi ott nem vettünk. Valamelyik vagy hozta. Valamelyik magyar üzletbe? Nem, valamelyikük hozta, de már nem emlékszem meg, csak meg akarom kérdezni, hogy honnan, mert... Évi megkóstolta, és azt mondta, hogy ezen túl minden reggel ilyet akar enni. Jó mondom? Ja. Hogy nem nagyon? Na, azt mondta, hogy jó, de azért úgy... Évi nincsen ezekkel. Semmilyen halért. A rántott halat, azt megeszem. Ja, a rántott halat. Meg a halászlét is. Ja. Na, jó van. Bekeverjem a másik felét? Nem kell. Na. Majd hónap. Olyan rámolok. Na, Koko intézkedik. Van a túloldal, de nem tudok átfilmezni oda. Gyönyörű szép nagy kutya van ott. De ezzel nem szokott harcolni, hanem a másik szomszédban van kettő. Azok ilyen nagypofájú kutyák. Azokkal izél, haragban van. Na, volt egy kérés.
hogy ezt az orgonaszerű valamit, hogy mutassam közel. Hát most már kezd levirágzani. Amire azt mondtam, hogy ez gyakorlatilag nem orgona, hogy mutassam közelről. Hát, gyerekek, ez ilyen. Ilyen. Ennyire tudom így mutatni. Remélem, hogy látszik. Orgona jellegű. Aztán így kialakulnak ilyen magok, és akkor a szamadarak megeszik. Ugye? Na, már kapar. Koko! A szemetet el kell vinni. De te tegnap kellett volna. Tegnap. Kukszi! Gyere onnan! Azonnal le fog merülni a batéria kamerának. Hát ez nem tudom mi a neve ennek. Ez ilyen magányos valami. És akkor ott nől az a kék szaraszt, azt ki szoktuk szedni mindig. Az, hogyha hagyod, akkor nagyon elterjed. Kis dzsungelos. Hát gyerekek, ennyit tudtam így megmutatni ma reggel. Aztán majd folytatom a filmezést. Valamivel. Ó, már van izé. Ez nem Leander, hanem nem tudom hirtelen ennek a nevét. Még tudom. Nem jut eszembe. Mi ennek a neve? Hibiscus. Hibiscus, ja. Mentünk. Na, szép. Na látjátok, ezt a méhek legelik. És különösen ezt a ide szoktak jönni, de hát főleg a darazsak. Ja. Főleg a darazsak ezt nagyon szeretik. Ma mentünk. Ne, máma, mára mondanak 96 fokot. Ja. Ugye? Hú, tegnap meleg is lesz. Olyan meleg volt. Úgyhogy Jani bácsi az marad benne a lakásba. Jó? Na jó, mentünk. Mentek? Aha. Jó van, akkor befejeztük ezt a reggeli felvét. Nem tudom mennyit, talán fél óra, ha lesz. Felteszem aztán. Becsukod. Majd valami ebédet kitalálok. Jó. Még nem tudom mit. Bye. Ja. Bye bye. Te is mondja bye-bye-t. Nem? Megkapta a búcsú. Ja, ez olyan ilyen búcsú falatot szokott kapni. Igen. Ezt nagyon szereti.